Átadták Koppány Monostoron a Koppány vezérút mentén kialakított tanösvényt július 21-én. A Szeresd és Védd a Duna két partját című projekt az Interreg Szlovákia-Magyarország együttműködési program kis projekt alapjában valósult meg. Célja a régió természeti adottságainak hatékonyabb kihasználása, ismertségének növelése. Az Észak- és Dél-Komáromban kialakított rekreációs helyszínek hozzájárulnak a Duna két partján található természeti értékek megőrzéséhez, illetve az ide látogatók számának növeléséhez. Ennek a parknak az a célja, hogy a 3 évtől a 18 évig fiatal korosztályt szólítsa meg, abban a tekintetben, hogy itt ebben a parkban olyan ismereteket tudnak szerezni a fiatalok, hiszen új interaktív elemekkel gazdagodott ez a park. Ez nem csak faültetés, cserje és növénytelepítésről szól, hanem itt a sok eltelepített faj és növény mellett olyan információs táblákat is találunk, amik ismeretül szolgálnak a tekintetben, hogy a természetnek milyen rejtett forrásai vannak, milyen kis apró zendülései vannak, amiket meg kell ismertetni a gyerekekkel. Dél-Komáromban fákat és cserjéket helyeztek ki az 500 méter hosszú zöld folyosón. A területen helyet kapott többek között egy mélegelő, információs táblák és egy bogárhotel is. A jövőben tovább szeretnék fejleszteni a területet. Példamutató ez a projekt, mert itt nem két rendezvényt csinálnak a Duna az egyik meg a másik oldalán, hanem tényleg valamilyen maradandó érték jön létre, amit itt a továbbiakban, pláne így gyerekek számára is tanulásképpen lehet hasznosítani, és hát birtokba veheti a lakosság. Ja, Európai Uniónak ez is célja, és nyilván a magyar és a szlovák kormánynak ez is célja, hogy legyenek ilyen projektek, amelyek egy komoly hozzáadott értéket adnak az életünkhöz. A parkot Kantár Judit tájépítész tervezte, kivitelezője a Komáromi Városgazda Nonprofit Kft. Az átadó ünnepségen a fenyves táborban táborozó gyerekek madárodukat készítettek. A projektben kialakított természetes területek jó lehetőséget biztosítanak az aktív kikapcsolódásra minden korosztály számára. A tájékoztató kiadványok, valamint az iskolások számára készült oktatási anyag értékes ismereteket közvetít.